Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Kis Benedek Józsefet, biztonságpolitikai szakértőt, egyetemi tanárt. Jó napot kívánok! az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kérdeznék először, itt a Kurszki betörés az, ami most már lassan két hete lázban tartja a nyilvánosságot, hogy mi fog itt történni. Erre válaszul egyébként most az oroszok egy nagyobb támadást indítottak rakétatámadásokat Ukrajna ellen. Ez a tegnap, előtti tegnapi napon került erre sor. Azt írják, elemzők egyébként, hogy Ukrajna eddig a háború során a legnagyobb támadássorozatot szenvedte el ezekben a napokban, és ma pedig azt lehetett olvasni délelőtt, hogy Belgorodot megtámadták az ukránok szárazföldi erőkkel is, legalább 500 katonával és páncélos járműveknek a kíséretében. Hogyan látja most az orosz-ukrán háborút ezeknek az eseményeknek a fényében? Úgy látom jelenleg, hogy inkább elmérgesedik, mint normalizálódna a helyzet. Jelenlegi helyzetben béketárgyalási lehetőség az én értékelésem szerint nincs. Sem az ukránok, sem az oroszok nem akarnak egyenlőre tárgyalni. Nincs is miről, nagyon nagy meglepezést okozott orosz oldalon ez a Kurszki betörés, nem számoltak vele. Hát az elég szomorú, hogy nem több mert az azt jelenti, hogy nem működik teljesen normálisan az orosz hírszerzés, sem a polgári, sem a katonai. Ez nyilván ezt az éjszakere zónal venni, hogy az ukránok erőket csoportosítottak át, és azt is figyelembe kell venni, hogy a legjobb erőket csoportosítottak át. Tehát erre a területre, akiket most vezényeltek, jó felkészült, egy csapatról van szó. A másik oldalon, tehát az orosz területen nem voltak katonai erők, vagy legalábbis minimális mennyiségben. Hát nyilván a határőség az ott volt, de a az nem arra való, hogy ez reguláris hadsereggel összecsapja. Ez az egyik dolog. A másik dolog közelben sincs olyan erő, amit át lehetett volna csoportosítani erre a területre. Ezt látjuk most is, óriási zavar keletkezett orosz vonalon, úgy jelent kívül, hogy hosszú valahogy érthető hiszen azt lehet látni, hogy Oroszország területét támadják az ukránok. Tehát ők ezzel most semmiképpen nem számoltak, és lehet látni azt is, hogy Putyin összehívta a vezető támbornokokat, egyrészt beszámoltatja őket, mi a helyzet, mit lehet tenni, és hát ha egyszer nincs erő, bevethető erő közelben, akkor nem tudom, mit csinálni. Át kell csoportosítani. Kérdés, honnan vegyenek? Messzebbről hozzanak el, ami azt jelenti, hogy ennek a logisztikai utállátását biztosítani kell, vagy a Dombászból csoportosítanak át. Ha onnan csoportosítanak át, akkor az azt jelenti, hogy gyengébb lesz, kvázi újabb betörés lehet ukrán részről, és hát látszik, hogy az ukránok pedig most arra mennek, hogy nem feltétlenül a fronton csapjanak össze, mert a fronton lévő orosz erők viszont jól felkészítettek, van eszközük, tehát ott nem nagy esély lenne, és a tapasztalatok alapján sem tűnik logikusak azt, hogy ő törnének be. Tehát keresik azokat a pontokat, ahol be lehet hatolni orosz területre, és hát erre szokták mondani hogy Pestés, hogy kölcsönkenyér visszajárt, tehát ott támadtak bennünket, akkor mi is támadunk. Nyugatról azok az eszközök, amelyeket beígértek, jelentős részük már megérkezett, tehát ott van a fronton. Ezen kívül, akiket kiképeztek külföldön, azok készen állnak a harcra. Ugyanakkor oroszoknál lehet látni, hogy sorkatonákat alkalmaznak a saját területeken, mert az orosz szabályok szerint sorkatonát nem lehet külföldre vinni. Na most ezek viszont fiatal gyerekek, bocsánatot kérek a kifejezésére, 18-20 évesek, akik megértek, látván az, hogy a másik oldalon mi van, mit csináltak, szegények, megadták magukat. Meghalni nem akarnak. Tehát itt ebből most. Egy elég zavaros helyzet alakult ki. Putin már az első napon kiadta azt, hogy ez meg kell bosszul, tehát erre választ kell adni érthető módon, csak azt nem mondta, hogy mivel. Na, az, az azt jelenti, hogy erőket fognak átcsoportosítani, de hát a légi erő rendelkezésre áll, drónok vannak, rakéták vannak, tehát most azzal támadnak különböző mélységi pontokat, Ukrajna területén is lehet látni, hogy széles vonaton történik ez, városok ellen, tehát itt Kiev ellen is láttunk támadást, Harkiv ellen is láttuk, Oteszra ellen is, Lemberg ellen is, tehát itt az ország teljes területét próbálják támadni, jelenleg a levegőből, és ezt folyik most. Az ellen nyilván az ukránok megpróbálnak védekezni, nem egy egyszerű feladat. De az ukránok is most arra mennek rá, hogy ők is mélységi támadást hajtsanak végre, és nagyon réges kérdés, saját maguk által gyártott drónokkal. Ugye napokban lehet olvaszni, lehetett olvasni azt, hogy egy olyan rakétát gyártottak, ami drónnal van összeházasítva. Tehát gyakorlatilag az egy, az egy rakéta, amely drón formájában jelenik meg, de rakéta gyorsosága most az rossz nyelvek szerint ennek az távolsága van 1500 km. Most a hatától ezt az 1500 kilométert megnézzük, akkor az elég vastagon és elég mélyen be tudnak támadni orosz területe. Kérdés, hogy mennyire hadrafogható ez, és hány darab van, mert ez egy teljesen új fegyver. Sőt, lehet, hogy ebből ezt egy új fegyver nem idővel, Hát nyilván ez a gyártási kapacitástól függ. Gondolom az oroszok odafigyelnek, hogy hol gyártják, és nagyon nem lennék meglepve, ha ezeket támadnák. A másik a katonai szempontból jelentős kérdés az, hogy a nyugatiak időnként azt mondják, hogy hát a nyugati fegyverekkel ne tessék már támadni orosz területeket, tehát orosz mélységi területeket. Aztán valaki azt mondja, hogy igen, valamikor azt mondják, hogy nem. Valamikor nem mondanak semmit, de tudomásul veszik azt, hogy betámadnak orosz mélységi területekbe, és hát azt lehet látni, hogy az ukránok meg ezt úgy védik ki, hogy saját maguknak gyártanak drónokat. És hogyha maguknak gyártják, ahhoz semmi közel nyugatiaknak, tehát ott nem határozatják meg. Na most ki az, aki megmondja, hogy ez a drón mondjuk kül külföldről jött, vagy éppen Ukrajnában gyártották? Hát, hogyha lelőjük, akkor nyilván meg lehet tudni ezt egyszerig, de a helyzet az, hogy itt azért olyan problémák vannak, hogy nagyon nehéz követni, hogy most mit lépnek az ukránok és meg az oroszok is. Tehát itt egy elég bonyolult helyzet alakult ki, amit kezelni kell politikailag is, meg kezelni kell katonailag is. De a Kuszki betörés valóban jó az ukránoknak, ugye erről is egyre többet beszélnek, vagy teszik fel ezt a kérdést, mert hogy egyébként, ahogy ön is fogalmazott, hogy úgy tűnik, mintha az ukránok most nem az ukrán frontra koncentrálnának, hanem ezekre a mélységi, vagy ö, orosz betörésekre, támadásokra is, a ma délelőtti belgorodi támadás is erre utal, hogy ez a válasz egyébként, és nem az fronton van a válasz, de jó ez Ukrajnának? Hát, ha, hogyha az ukrán front, ami ugye ezer kilométeres körülbelül, ott veszteségeket szenvednek el adott esetben, mert mondjuk hiányzik az a humán erőforrás, vagy eszköz, ami éppen Kurszkban van, akkor az Ukrajna számára hosszú távon nagyobb veszteséget jelent, nem? így van. Tehát én azt mondom, hogy ez taktikailag jó, stratégiailag nem jó taktikailag azért jó, mert azt a területet, amit most ők megtámadtak, azt azért be akarnak, ha nem is mélyen, de rende, be akarnak rendezkedni, ami azt jelenti, hogy abból az irányból az oroszok nem támadhatnak. Mondjuk, ha van egy olyan pervezetletük az oroszoknak, hogy megtámadják Északról Harkivot, ami azért távolságban is elég messze van, de nem zárható ki, meg is. Hát most északról, ha ott vannak az ukránok, és védelemre berendezkedek, tehát most bánsák magukat, akkor az azt jelenti, hogy onnan nem tudnak támadni. Tehát könnyebb kivédeni a támadást, illetve nehezebb az oroszoknak vár megtámadni városokat, és most vannak olyan ötleteik, hogy az oroszoknak, hogy hát egyre több várost fognak megtámadni. Keményebb arcra számítani, tehát ez, ez a nem, nem tudjuk megmondani most még azt, hogy vajon milyen lesz az orosz válasz. Tehát az oroszok most azért mindenképpen arra készülnek, hogy nagyobb csapás mérnek. Hát ezt látjuk most, is, ezt fogjuk látni a jövőben, hogy nagyobb orosz csapásokkal kell számolni. Azon a területen, amit az ukránok elfoglaltak, ott nehezebb azért támadni, tekintettel arra, hogy ezért saját területet nem illik bombázni be lehetne ezt természetesen a stratégiai légierőt felhasználni, szét lehetne bombázni a saját területeket, mit szólnának ezek az oroszok. Tehát itt azért sok és ez az, az egyenlet, és sok kérdés merül fel, hogy akkor mit lehet ebben a helyzetben tenni. És hát itt van ugye az ukrán pokrovszk városa, ahonnan pedig azt kérik a hatóságok, az ukrán hatóságok, hogy meneküljenek az emberek, mert hogy olyan az orosz előre nyomulás, hogy várhatóan hogy oda fognak érni hamarosan. És hát olyan, hogy a cnn lehetett olyan cikkeket olvasni, hogy az emberek nem nagyon akarnak elmenekülni, hanem eltudossák a gyerekeiket. Most nyilván nem tudjuk, hogy mennyi ebből a realitás, és mennyi úgymond a sztori, vagy a kiszínezése ezeknek a történeteknek. De ez egy ukrán veszteség lesz Szintén, hogyha ez az előrenyomulás sikerel azt jár. Biztos, hogy igen. Tehát most az oroszok ezen a területen, tehát a fronton jóval nagyobb erővel támadnak. Átcsoportosítottak oda erőket, onnan nem is vitték el. Tehát nem véletlenül nem viszik el. Mert onnan azért könnyebben át lehetne vinni a csapatokat körzetébe, és onnan tudnának támadni, de nem vitték el. Tehát az azt jelenti, hogy ezen a területen az oroszok továbbra is folytatni akarják az előre nyomulást, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy nyeper irányába, tehát nyugati irányba próbálnak úgy előre nyomulni, hogy majd, ha lesznek egyáltalán tárgyalások, akkor jobb valaki legyen arra, hogy ő valami, valahonnan eh, ki tudnak indulni. Tehát itt tulajdonképpen ennek van egy stratégiai jelentősége is, minél több nyereséget érünk el a, a terepen, annál jobbak lesznek a tárgyalási feltételek. Legalábbis így gondolják az oroszok, de az okránok is, tehát ez teljesen természetes dolog, hogy így működik. Ugye a tegnapi nap folyamán volt, amit már említettünk is, ez a nagy légitámadás Ukrajna ellen, ahol 127 rakétát és 109 drónt vetett be az orosz hadsereg, és tegnap egy olyan esemény is történt, hogy a Sahad típusú drón, orosz drón tartózkodott 33 percen keresztül a lengyel légtérben, ami ugye NATO légtér is egyben. Ezt be lehet tudni egyébként egy hibának, egy véletlennek, itt most a nagy számok tükrében, vagy pedig szándékos lehet és jelzésértékű. Én nem hiszem, hogy szándékos lenne, hát ez valószínűleg volt. Ezek a drónok jelentős része iráni gyártmányú, a Shahed drónok, de lehet, hogy már Oroszországban gyártották, mert oroszok megvették, vagy megkapták, hát nyilván a vették Irántól ezeket a drónokat, illetve a drón gyártási technológiát, és van gyáruk. Tehát ők is gyártanak, ami azt jelenti, hogy leállnak azzal a régi orosz-szovjet Szovjet orosz hagyományjal, hogy tüzési eszközöket támadjanak. Tehát egyszerűbb dolgokat alkalmazni, és hát, hogy most Lengyelország területére csapódott be, nem hiszem el én azt, hogy ez szándékosan. Tehát nyilván Lengyelországot nem fogják megtámadni az oroszok. Itt valószínű, hogy megy a levelezés diplomácia egyeztetés, és elmondják, hogy bocsánatot kérünk, ez nem szándékos volt, kérjük ezt kérjük ezt megértéssel fogadni, tudomásul venni nem akartuk. Tehát itt azért mennek a háttérbe a tárgyalások, és ebből nem lesz egy lengyel-orosz igen, kárt nem okozott egyébként a hírek alapján ez a légieszköz, csak a légtérben tartózkodott, és lelőni pedig az időjárási körülmények miatt egyébként nem tudták. Őn hogyan látja egyébként most Ukrajnának a helyzetét itt, itt ez, ez a tegnapi nagy légitámadásnak támadásnak a fényében, annak a fényében, amit beszéltünk itt a front helyzetről, és, és, és látva azt, hogy tényleg úgy tűnik, hogy valamiért most az a taktika, hogy orosz, orosz területeket próbálnak támadni. Ezt, ha így összetesszük összességében, meddig tart Hat, meddig tartható fenn ez a háború így? Csúnyát ameddig, ameddig, támogatják Ukrajnát. Tehát ameddig Ukrajna megkapja a pénzt, vagy megkapja a haditechnika eszközöket, folytatják. Mert ez egy nyugati cél. És én mindig azt szoktam mondani, hogy itt nem orosz és ukrán háborúról van szó, hanem itt kell egy kelet-nyugati összecsapásról. Orosz az egyik oldalon Oroszország van, nyilván vannak némi szövetségesei, a másik oldalon pedig a nyugat amerikai Egyesült Államok vezetésével. Tehát ha ebben az összefüggésben vizsgáljuk a kérdést, akkor még elég sokáig tartott ez a háború. Ha csak Ukrajna vívná egyedül, akkor szerintem rövid időn belül kifulladás miatt véget érne. Én úgy gondolom, hogy ennek a vége az lesz, hogy senki nem fog győzni, de mindig kell szolgálni, hogy mi győztünk. És akkor így le lehet zárni. Oroszországot nem lehet megalászni. Oroszországnak nem lehet azt mondani, hogy tehát nem is tudnak. Hát az erőfölény, megnézzük a két ország között, akkor legalább kétszeres, vagy még több. A terület teljesen eltérő, tehát sokkal nagyobb területe van. Oroszországnak következés képpen ez is egy háború kimenető szempontjából számít. De. Valahol ezt be kell fejezni. Eddig még a történelme minden háború befejeztek, ezt is befogják. Kérdés mikor és milyen feltételekkel. Na most a feltételek kidolgozása van éppen folyamatban, azáltal, hogy mindkét részről elég nagy katonai erőt alkalmaznak. És hát kérdés az, hogy ha két fél ki is fullad ebben a háborúban, akkor a támogatók, ez esetben például Ukrajna támogatója a nyugat, aki egyébként ezt nem érzi, mondjuk azt a bőrén, Európa valamennyire érzi, de mi nyilván mégsem úgy, mint az ukránok. Mennyire tud ebből kihátrálni? Hát egyelőre nincs arról szó, hogy hátrálnak. Tehát ha megnézzük azt, hogy Amerikai Egyesült Államok ugye jelenleg választási időszakban van, tehát nem kell elinni, amit mondanak, se Trump, se Kamala Harris esetében nem lehet azt mondani, hogy az lesz majd a gyakorlatban, amit mondanak, hogy kinyeré a választást, azt most nehéz megmondani, de az biztosan prognosztizálható, már most hogy nagyon közel lesz az eredmény egymáshoz, tehát ebből a lesznek belső feszültségek Oroszországon, az Egyesült Államokon belül. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért akár a demokratákat nézzük, vagy akár a republikánusokat, mindkét félnek az a célja, hogy Oroszország gyengítse. Ne legyen egy erős Oroszország ne legyen egy erős Kína, ugye, vel is egyeztetnek, és főleg nem kívánatos esemény, hogy legyen egy szövetség a kínai népköztársaság és az Oroszországi Föderáció között. Tehát erre is gondolni kell. Na most itt a gyengítés az azért fennáll természetesen nyugat érje is. Az oroszoknak pedig azért gyengülő képességei vannak. Tehát ez a kurszki betörés is azt mutatja, hogy azért vannak problémák a cserekben, elég súlyosak. Ha megnézzük azt, hogy milyen haszkocsokat szedtek elő az oroszok az utóbbi időbe, hát T-55-ösök és ő elég régen gyártott, lekonzervált eszközöket konzerváltak ki, akkor ebből arra tudok következtetni, hogy nem sok vasanyag van, amit föl tudnak használni próbálnak ugye innen-onnan beszerezni, próbálnak, új, új gyártása nagyon lassan, de folyamatban van, és hát azért innen-onnan kaptak ők is, mondjuk Észak-Koreától, de kérdés az, hogy ezek az észak koreai eszközök milyen állapotban vannak. Nincs megbízható információ az a kapcsolatban, hogy ezek az észak-koreai vajon milyen állapotban vannak, mennyire lehet ezeket használni nem mondja ezt meg senki, hogy mi de ismerve Észak-Koreának a stílusát, ismerve azt, hogy rengeteg olyan eszközük van, ami nem felel meg a mai követelményeknek, hát ha ezt átadják, és erre rá fognak jönni az oroszok, akkor nem biztos, hogy a házasság fenn fog maradni. Csevezetők tartottak egyébként tegnap egy nagyköveti éves találkozót, és ott hangzott el a következő mondat, Oroszország folyamatosan megpróbálja gyengíteni társadalmaink egységét, és ezt azért is hoztam ide, mert akár az a Nagy-Britanniában kirobbant események kapcsán, akár Németországban is lehetett olyanokat hallani, hogy orosz dezinformációs kampányok állhatnak ezek mögött, a társadalmi feszültségek mögött, vagy hogy ezek ilyen magasra hágnak. Tehát Oroszországot azzal is vádolják, hogy az európai társadalmaknak az egységét megpróbálja felbontani, vagy instabilá tenni ezeket a társadalmakat. Egyébként ez a háborúnak a része. Igen. Mert ön is most erről beszélt, hogy Oroszországnak a meggyengítése valamilyen szempontból a cél, ami ugye lehet gazdasági vagy társadalmi gyengítés, a politikai rendszerbe vetett bizalomnak a, a gyengítése adott esetben. Tehát, hogy folyik egy háború, Ilyen olyan eszközökkel, amiről viszonylag sokat beszélünk, és aztán van ennek egy olyan ö, ö, aspektusa is, ami pedig így a kommunikációs szinten zajlik. Ezt úgy hívják, hogy információs hadviselés, ez folyik mind két részről, tehát az ukránok szerint nyugatják is ezt csinálják. Tehát az információs hadviselés nagyon régóta működik, különböző intenzitással. Hogy most ebből mi az, amit el lehet csinni, meg mi az, ami nem az értékelés függvénye, meg egyébként hozzáértés függvénye és hát azt is lehet tapasztalni, hogy nyilván ebben benne vannak a nyugati társadalmak is, tehát ők is gyártanak. Hát itt elsősorban a arról beszélünk, amelyeken belül vannak olyan részlegek, amelyek különböző ilyen híreket gyártanak, amiket hogy ugye félig hihető, félig nem, de összességében nem hihető. De azt nagyon nehéz megállapítani, hogy mi az, ami hihető, és mi az, ami nem. Tehát folyik ez az egész kampány. Ugyanakkor Oroszországon is lehet látni, hogy azért a társadalom nincs megelégedve egyáltalán a háborúval. Ugye mondhatjuk azt, hogy testvérháború, tehát ez nem mindenkinek tetszik, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a betámadással, amit most az ukránok megvalósítottak, gyakorlatilag egy elég széles társadalmi véteget a Putin oldalára állítanak. És azt mondják, hogy még a saját területet sem tudja az orosz hadsereg megvédeni. Na most ez azért komoly problémát jelent Putyinnek. Nem véletlen az, hogy leváltották a védelmi minisztert, nem véletlen az, hogy Putyin közvetlen, bizalmi embereit, akik nem is katonák, nevezte ki hadsereg vezetői pozícióba, és hát azt lehet tapasztalni, hogy szinte naponta változás van, személyi változások, ami nem jó ami nem jó, ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért az információt visszafogják. Tehát az egész orosz társadalomnak fogalma nincs arról, hogy mi történik ezen a területen. Nyilván a hatáshoz közel lévők tudják, de mondjuk Oroszország keleti részén nem feltétlenül tudják, hogy mi történik az ukrán fronton. Hallottak valami különleges műveletről, de hogy ezt részletében nem ismerik, abban egészen biztos vagyok. Tehát ez is része az információs hadviselésnek. Aztán ezt hogyan használják ki a nyugaton, azt lehet látni, mit mondanak, mit nem mondanak, vagy hogy Oroszországnak van-e valami köze ahhoz, hogy támadások történnek néhány európai válaszba, Véleményem szerint nem az oroszok vannak e mögött. Tehát ezt, ez megint egy az információs kampány. Méghozzá elég úszós és durva. Emellett azok vannak, amelyek mondjuk például Izraelben történik a palesztinokkal. Mint ahogy el is mondta egy-két ember, hogy hát addig harcolunk, még be nem fejeződik ez a háború, és hát ennek nyomait lehet látni Nyugat-Európában is. Látjuk ezeket a terrorutalmadásokat nem csak Németországban, hanem Franciaországban és Nagy-Britanniában is. Hát főleg uzumánok által lakott helyeken is olyan eszközöket alkalmaznak, aminek a megszerzése olyan nagy erőfeszítésben nem kerül, mert bemegyek az első boltba, megveszünk egy, egy jó hosszú kést, és lehetett látni, hogy milyen kiseket alkalmaznak, tehát a háztartási eszközöket alkalmazzák, amit bárki megszerezett. most ezt fogják majd korlátozni. Erre már törvényeket készítenek elő Németországban, tehát 6 cm-nél hosszabb ki is nem lehet meg tömegrendezvényen mellett bevinni, de köszönöm szépen, hogyha valaki egy 6 centis bicskát belevág a hátomba, nem biztos látomba, nem biztos, hogy örülnék, vagy mondjuk a nyaki átvágja. Hát azt látjuk, hogy ezek a fajta támadók elég kreatívak ahhoz, hogyha a 6 centit meghozzák, mint szabály, akkor ki fognak találni egyéb más eszközöket. Akkor kitalálnak egy csavarhúzót, amit jó kiegyeznek, és beleszúrnak valakivel. Most nem akarok ötleteket mondani, de nagyon ötleteket. Ki, tudok, ki tudok, feszíteni egy drótot, egy kemény drótot az utcán, amin neki megy a motoros, levágja a fejét. Tehát vannak ötletek, tár, ötletek, tárháza, az gyakorlatilag végtelen, nagyon nehéz ezek ellen védekezni, de még mindig jobb, most ezt nem pejoratív értelemben mondom, mint az, hogy robbantanak és egy csomó ember térjünk is hát a közel-keletre, ugyanis itt is zajlik egy háború még mindig. Hogyan látja ennek a háborúnak a menetét a jelenállás szerint? Itt már pár nappal ezelőtt lehetett hallani azt Anthony blinken hogy talán sikerül egy olyan megállapodást tető alá hozni, amelyre Benjamin Netanyahu egyébként már rá is bólintott, de a Hamas még nem, és lehet, hogy békét hozhat, vagy legalábbis fegyverszünetet itt a gázai konfliktusban, de én látom, még mindig zajlik egyébként ez a fajta tárgyalás, tehát nem jutottak dűlőre. Közben pedig az elmúlt időszakban Izrael sikeresen likvidált több Hamas vezetőt is a saját elmondásuk szerint, tehát célzott likvidálásba fogtak, miután nem tudtak gondolom elég sikeresen tovább haladni az emberek sokasága miatt, meg a körülmények miatt a gázai fronton. Hogyan látja, mikor és hogyan lehet ennek vége, és ha vége van, mi van utána? 1940 jó szót tart, az egész konfliktus. Most nem a Hamas hanem úgy egyébként az arab-izraeli konfliktus, tehát Izrael létrejötte óta folyamatos, én nem vagyok optimista. Tehát az most folynak tárgyalások, ez azt jelenti, hogy engedelmeskednek a nemzetközi közösség elvárásának, de én nem látom annak a esélyét, hogy ez rövid távon befejeződne. Ha csökken a harcok intenzitása, akkor is fognak majd új frontot nyitni, az, az, az a állítás, amit néha Magyarországon lehet hallani, hogy Amos legyőzik, meg Amos szétverik, ezeket felejtsük el, ezeket az ötleteket, ezeket olyanok mondják, akik még nem szolgáltak a közelkeleten, nem ismerik a közelkeletet, nem ismerik a Hamaszt, és abból vannak le következtetés, hogy hány ember halt meg, meg mit mond az izrael propaganda is kérek, hogy így fogalmazom, én éltem ott is, tudom, hogy hogyan működnek ezek az összefüggések. Én úgy látom, hogy egy helyet mindig van, másik három. Szaporulat teljesen másképp néz ki a palesztinoknál, mint az izraeli társadalomban, mert tudjuk, hogy a vallásosoknál rendkívül magas a száma. A palesztinok pedig azt szokták mondani, hogy a mi fegyverünk a állószoba, tehát az azt jelenti, hogy minél több ember van, azokat mindet át tudjuk állítani arra a vonalra, hogy a ja, iszlám ideológiát folytassák. Vagy hozzá külföldre. de most, hogyha egy-két embert likvidálnak, akkor helyette jön mások. Nem azonnal, de lehet találni ilyen embereket. Tehát ideológiát a világon sehol nem győztek még le, és itt sem fogják. Nem uh, propagandát akarok most én a Hamasz uh, tárgyában kifejteni, de hát azt látni kell, hogy itt mindkét oldalon megvannak a célok és ezek a célok elég durvák. Ebből látom azt, hogy nem akarják befejezni, vagy nem is tudják befejezni, mert olyan szinte fejlődött, szóval fejlődött a gyűlölet, hogy ezt nem lehet kitörölni az emberekből. Csendben mondom, ugyanez várható a másik fronton is, az orosz-ukrán fronton is, mert azért nagy szerelem a két nép között ott sem lesz. Itt pedig Folyamatosan gerjesztik, kapják az utánpótlást, és ez nem csak emberekben nyilvánul meg, hanem nyilván eszközökben is. Fontos kérdés az, hogy a Philadelphia folyosó maradjon meg, a Hamas ehhez kötötte a további tárgyalásokat. Nekik kell, azt ki tudja, hogy hány alagút van még ezen a szakaszon, amin most is tudják szállítani a fegyvereket. Jó, hogy egy pár megsemmisítettek, de az jó néhány év alatt azért kiépítettek egy olyan lehetőséget, amin keresztül tudják hozni a fegyvereket. Amúgy meg a tengert is kitalálták, és ha is el lehet szállítani. Tehát itt azért van utánpótlás, nem mondom azt, hogy rengeteg, nem mondom azt, hogy nem értek el eredményt az izraeli hadsereg részéről, de az, hogy ugye azt mondták, hogy az északi területet megtisztítottuk, lakosságot áttelepíthettük ugye Rafa ö, a városába, vagy a környékére, most pedig megint megjelentek ott. Tehát folyik a úgynevezett kutató művelet az Izrael hadsereg részéről, ami azt jelenti, hogy Hamas több helyre visszatért. És ez most csak a gázai vezetőről beszélünk. Tessék megnézni Tiszjordáni jobban mi újságban, tessék megnézni mi, var, mi újságban kelet Jeruzsálemben, ahol lakik Turván a 200 ezer arab, akiknek egy jelentős része palesztin, és akik, akik ellen elég keményen fellépnek, gondolok itt a házrombolásokra, például, amit izraeli hadsereg valósít, meg akár Jeruzsálem keleti részén, Cisziordániát nem is mondom, ahol a telepesek, és a ott lévő arabok. Azok folyamatosan uh, folytatnak. Tehát át lehet tenni a harcok uh, irányítását, vagy folytatását a triszolált területekre, ha a gázai kifullad. De uh, nem katonai megoldást kellene itt választani, itt valami politikai megoldás kellene. Én ennek a lehetőséget pillanatilag nem látom mások az érdekek izraeli vezetés részéről, ellentétes érdekek vannak az izraeli kormányon belül, a szélsőségesek, illetve a kevésbé szélsőségesek között egybeegyetértés van, a gázai övezetet azt valahogy meg kell változtatni. Tehát onnan ne érhesse támadást Izrael. Ennek a módszerét illetően viszont a kormányon belül is jelentős eltérések vannak. Tehát látjuk azt, hogy a nyugat-európai országok sem tudnak mit kezdeni azokkal a szélsőségesekkel egyébként, akik akár a migráció folyamán bekerülnek egy országba, és aztán nem lehet tudni, hogy mi szabadul ki belőlük, ugye itt a németországi késelésre is gondolok most konkrétan. Hát itt pedig Izrael egy szélsőséges mozgalommal áll szemben, ami szervezet és kívülről támogatott, tehát azért ez egy nagyon nehéz feladat, gondolom. Igen, azt mondta, hogy szélsőséges mozgalom. Ézőleg, Minek hívjuk? Terrorszervezet. Terrorszervezet. Ők ezt mondják. Hogy aztán most ez mozgalom, vagy terrorszervezet, lehet, hogy mindenket kétfének igaza van. Mert azért a palesztinok közé nem mindenki terrorista, Azért nem felejtsük el. Itt a Hamasznak is van egy politikai száj, nem még van egy katonai száj. Nem Ami csak a vitatnak egyébként. Igen, nem kéne egyenl egyenlőséget tenni a kettő közé, de ha megnézzük az izraeli vezetést, ők egyenlőséget tesznek. Igen, a mozgalmat azért is mondtam, mert hogy meg van szervezve, és egy ilyen hálózatról beszélünk, Igen. így látjuk, hogy a magányos elkövetőkkel szemben sem nagyon lehet ugye fellépni, és ezeknek az integrációja is nagyon nehéz. Igen, de ott a magányos elkövetők az egy más kategória, mint amit Európában látunk. Tehát uh -huh. itt a magányos elkövetők inkább politikailag motiváltak, vagy szervezethez tartozó, legfeljebb nincs társa, vagy nem tudunk róla, vagy nem is tudják meg, hogy ki az, aki mozgatta ezeket. És még mindez nem lenne elég egyébként Izrael számára ott van az északi front, ugye a libanoni Hezbollah, Libanonban lévő Hezbollah, ami szintén terrorszervezet, és Irán, aki pedig nem tett le arról egyébként, hogy válaszcsapást mérjen Izraelre, Hanéjének a ha meggyilkolása miatt Teheránban. Tehát több olyan front nyílt meg végül is itt az elmúlt egy évben, ami tudom, hogy ahogy mondta ön is, ez nem egy új történet, 48 óta zajlik, akár ezekkel a szereplőkkel együtt, de most, hogy, hogy most ezek mind most katalizálódnak, ezek a szereplők, ez azért mégiscsak valamilyen szinten új dolog, nem? Ezért bátorkodtam azt mondani, hogy a Hamas nem lehet megsemmisíteni, nem lehet nem lehet teljesen megszüntetni, mert ott vannak mögötte. Nehogy már egyetlenül nekem valaki próbálja megmagyarázni azt, hogy az Irán be fogja fejezni a Hamas támogatását, hogy be fogja fejezni a Hezbollah támogatását. És azért itt van egy tengely, egy vallási tengely, egy sita tengely, de mondjuk az izraelek megtámadása szempontjából azért azt látni kell, hogy nincs nagy különbség között, hogy síta vagy szurita. Tudjuk azt, hogy a palesztinok alapvetően szuriták. A síták úgy támogatják őket, hogy öröm nézze. Öröm azt érzi, mondtam. Tehát itt utánpótlás az korlátlan. És hogyha azt mondjuk, hogy Irán nem támogatja, még mindig van ország vagy annak országok, akik támogatják. Tehát ebből adódóan ennek a konfliktusnak a befejezését vagy lezárását nem tartom elképzelhetőnek jelleg. És hát ugye azt mondják az a, a izraeli hogy ők részbeállapodások hívei, azok is voltak mindig. Tehát, hogyha megnézik az úgynevezett oszlói béke folyamatot, ott is azt mondták az izraeliek, hogy kötünk is apró megállapodásokat, mert megnézzük, hogy hogy viselkedtek, és utána megyünk tovább fokozatosan, lépésről lépésre. A palesztinok nem ezt mondják. A azt mondják, hogy izraelek menjenek el innen, itt ne legyen itt a hadsereg a gázajövedet és legyen területén, és legyen egy végső megoldás. Na most homlok egyenest ilyen ellentétes a két nézet. Most ettől kezdve le lehet ülni Kajróba, vagy Dovába, vagy éppen hol akarnak tárgyalni. Ha alap nem tudnak megegyezni, akkor ne várjuk békét. Nagyon szépen köszönöm Kisbenedek Józsefnek, biztonságpolitikai szakértőnek, egyetemi Tanámnak, hogy a vendég. Köszönöm van. szépen, és megkeresést!